A néppel tűzön vízen át. Ez a Petőfi idézet olvasható Bátaszéken az 1848-as szabadságharc 100. évfordulójára állított emlékművön. Bozsulik Róbert, a Bátaszék polgármestere elmondta, március 15-e kapcsán talán az első, ami eszébe jut az embereknek, az a jelmondat, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. És most legalább annyira aktuális ez, mint 173 évvel ezelőtt. 48-nak is ez volt a sikere, hogy az emberek adtak. Kinek milyen volt? Van, aki a vagyonát, hiszen épített nagyon sok dolgot, hidat, vasutat, gyárakat. Van, aki Bibliát fordított. Van, aki az utolsó forintjait adta a szabadságért. Van, aki pedig a legdrágábbat, az életét. Azt gondolom, hogy ezt jól végig kéne gondolni ma is, hogy ki mit tud adni a nemzet felemelkedéséért. Bár a március 15-i rendezvények elmaradtak a járvány miatt, sokan voltak, akik tiszteletüket tették az emlékműnél.